Jó reggelt, fiatal úr, mi a helyzet? Ó, ó köszönöm szépen, hogy ilyen uh, bókokkal kedveskedel nekem, mondjuk így késő délután bár csak egy óra az idő eltoródás, de hát a reggel az már, gondolom, neked is odébb volt, Charlie. <laughs> Tehát akkor ezek szerint dolgozik benne a székei hogy most ki a... Vagy a Széke -IQ vadul, vadul rángatja az agyam. <laughs> Legtávol a biszegletét. Egyébként, <valami> <laughs> Egyébként igen. Annyi minden... Mi történt veled, Charlie? Ezt akarom mondani, hogy annyi minden történt, hogy tudod, hogy el se tudom kezdeni, vagy mondani, vagy tudod, föltolultak a dolgok, és így, így nem tudom, frankon most az utolsó fél órában lementem, és relax volt a kanapén, hogy visszaemlékezek egy pár jelentősebb momentumra, csak címszavakban spoilerezem az elejét, uh, lesz benne orvos, lesz benne mújó, uh, lesz benne podcast. A talán a legkardinálisabbat hagyjuk legutoljára, mújót hagyjuk legutoljára, hogy ne kapcsolják rögtön ki az adást. Kaptam, és elmentem az orvoshoz, mert már mozdítani nem bírom igazából a jobb lábamat, és megint nem hoztam föl vizet, nem hiszem el. Na mindegy. És elmentem a dokihoz, hogy írjon beutalót, de ez, tudod, ez a 22-es csapdája, beutalót úgy tud írni, hogyha megmondom, hogy hova mennék. Tök jó. Ide a körzetében nem. A sportkorházat célozzuk meg. Jó, ott melyik osztály? Meg ott időpontot kéne. Tehát ki... fájós, lábbal melyik osztályra lehet menni? Hát összevont, Csárré. összevonták a sportkorházban, a, a sportkorházat összevonták a tököm tudja mivel, és akkor így most a reumatológia, az ortopédia, a ortopédsebészet, és a többi, és a többi egyben van. Úgyhogy Elkértem a dokinőtől a telefonszámot, ami egyébként megváltozott, mert most már nem ez van sportkórház, hanem valami OFI, va nem, valamilyen ilyen hülye négybetűs rövidítés. Akkor fölhívtam a csajt, elmagyaráztam neki, hogy miért kéne, de ő azt mondja, de ide csak beutalóval. Mondom, igen, azért a beutaló miatt kérem, hogy adjon időpontot. Ja jó, oké, okay, akkor október 16, ha az megfelel, hát... tudok mit csinálni. És, Nem. <laughs> És mikor, mikor, mondtam és a... fizetek? e ja, persze, igen. Mikor mondtam az asszisztens nőnek, hogy írja a papír, október 16, azt mondja, idén? Ha mondom, mire tetszik gondolni? Hát azt mondja, ez el se hiszi, hogy ilyen rövid időre kaptam időpontot. Mondom, komolyan? Hát én addig hogy az anyámba járok? Na mindegy. Úgyhogy kiderült, hogy ennek is örülni kell. Fantasztikus, fantasztikus. Mm. Úgyhogy most már vágom a centit. Hát, ha kiderül, hogy mi a túró van, már lecsekkoltam a dokit, térd specialista, úgyhogy bízom a legjobbakban. Reméljük, hogy nem keveri össze a végtagokat, igen. <laughs> igen, mondom térd. Jobb térd, mondom, jobb, mondom térd. Mondom láb. <laughs> igen. Úgyhogy ez volt, aztán ezt már hetek óta elfelejtjük berakni az adásba, és inkább most tegyük meg akkor a Tudod, az a szlekkes közösség, ami nekünk van, az a hazai showrunnerek a podcast közösségben. Ott a Lajos kollégám, fizikailag is kollégám Lajos, aki szintén podcaster, ő létrehozott egy hallgatói felmérést, újra, megint kis finom hangolás volt a tavalyihoz képest. Tehát ez nem olyan, hogy már múlt évben kitöltöttem. Nem, ezt most is jó lenne, ki hogy kitölteni mindenki. Ennyi. A, tudja, beraktam már a, a csoportban bent van a link, de majd a show ezba -be is betesszük. Ami egyébként tök jó, mert megnéztem, hogy az alkalmazás, ami nem tudom, hogy ez pont úgy jött múlt héten ki, hogy talán már felvettük az adást, de utána élesedett ki Androidra, tehát kim van a, az Android Store-ban, a Google Play-en már az alkalmazásunk, itt petárdázunk csöndben, és... Tararám, 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 én már le is töltöttem. Igen, tök jó. Azt néztem, hogy, hogy itt is frankóság van, mert tudod így a lejátszót húzogatni föl le, és gyakorlatilag akkor az a nagy logó az kimegy, vagy egy kicsibe, és alul meg ott van a show notes. Tehát hallgatod, hallgatod az adást, és közben olvasgatod a show ot kattintasz bele, átvisz a link, öm, nyomon tudod követni éppen, hogy miről beszélünk szerintem tök fasza. Egy kis apró hibát ö, felfedezett az egyik Patreonunk, hogy ö, ha killeled az appokat, tehát tudod, Androidnál ez az összes bezárása, akkor ő valamit bekessel a háttérbe, és ö, bezársz minden alkalmazás, semmi alkalmazás nincs nyitva, és a párásító még szól fél percig. Ez a... De jó. Tudod, ez a chill. Egy kis lecsengés a végére. Kicsit visszahallom magam. Most? Igen. Hmm. közben szívtam egy kis podot Üm, úgyhogy ez van nyomjuk meg a hallgatói felmérés nehogy az legyen, hogy alul reprezentáltak vagyunk illetve töltsétek az alkalmazást, hiszen ö, látjuk a számokat ö, mondanám, hogy ennyiért nem értem meg fejleszteni természetesen csak vicceltem de léci léci, mert most tartunk 90 főnél, úgyhogy Jóval többre számítanánk az alkalmazásban, és hát természetesen, igen, ebben még nincs benne az iOS, az még, az még under construction, ott mindig kicsit hosszabb az idő, jobban átnézik ott, hogy megfelele az App Store-os követelményeknek az alkalmazás, de az is hamarosan kikerül. Remélem, nem tudom, hogy kell lentről fölfele, föntről lefele, 7 x 8 x 10 x vagy annak egész számú többszörösekként kell kopogtatni az asztalt, de lekopogtam. Úgyhogy ez volt. Akkor ez tulajdonképpen nem is, idáig nem is kettő, hanem három, mert ugye ortopédia, podcast hallgatói felmérés és podcast applikáció a store -ban és a legutolsó az az volt, hogy egy teljesen más projekt miatt én találkoztam a héten a Kingáékkal, illetve Kingával találkoztam direktben, de Mujó is vett ki Szabit, úgyhogy, úgyhogy valamin dolgozik Kinga, amihez kicsit segítettem én is, és Mujó is, és, és beszélgettünk ugye, hogy Krisztián, what's up? Mondta, hogy hát igen, 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 jó lenne, meg minden, csak ugye, képzeld, elrakták a szerdai meetingjeit, vagy el fogják rakni, nem tudom. Ezt, ha. ezt konkrétan nem tudom elképzelni, hogy ő mondjuk szerdán este szabad. Képzeld, lesz ilyen, lesz ilyen. És azt mondta, hogy jó, ez csak az a baj, hogy mostanában egyre hosszabb volt. Tehát ez ugye két óra, mondom, Krisztián, vigyázzál, mostanában már tényleg csak ilyen egy óra, egy és negyed órákat darálunk a fifigával is, de hogy, hogy szerinte úgy meg tudná oldani, hogy mit tudom is én két hetente. Mert lehet, hogy ja nem, lehet, hogy az van, hogy nem szerdáról tették át, hanem hogy minden hét szerdáról két hetente szerda a meeting talán. Tehát vagy ez vagy áttették, vagy ez a két heti és akkor így két hetente mondjuk tudna jönni esetleg. És wow. ezt beszélgettük, hogy, hogy hát ez tök jó lenne, mert azért mégiscsak a, a három grácia az úgy három grácia, úgyhogy... Hogy ö hároman vagyunk, tehát ez <laughs> matematikailag is... Így állja <laughs> meg a helyét, na. Úgyhogy, ja, közeljövőben távol jövőben, nem tudom, hogy mikor, de valamikor ezt majd összeegyeztetjük. Van még egy projekt, amit hát igazából fölösleges elmondani, mert nem mondhatok róla semmit. Tehát valakivel valami lesz, vagy folytatódik. Jajaj, jaj, foly jaj, ez igen. már így nagyon bonyolult. Igen, Vagy folytatódik, mert valami volt, de ez most nem olyan lesz, de majd nem olyan lesz, vagy lehet, hogy nem is folytatódik, Mindegy, beszélgetünk róla az illetővel, és, és ennyi, ennyi. Csak, hogy találgassanak a népek, hogy mi a túró lehet, ha egyáltalán összejön. Hát, úgyhogy ha, körülbelül... Ha és akkor. Igen, feltételezve, de nem megengedve. Úgyhogy körülbelül ennyi volt. Na és veled mi történt? Ú, uh, nekem is uh, eléggé... Hogy is szokták ezt mondani? Tehát, hogy így besűrűsödtek a, a dolgok. Az egyik uh, nagy élmény, ez kicsit olyan leszek, mint te. Nem mondom meg, hogy miért, és mi okból, de képzeld el, Charlie, hogy uh, kiokosodtam up-to-date-ot, up kettőt kérdeztem, és úgy maradtam. Vizipipa. Mi van? Uh, Vizipipa, tehát kvázi szakmai kíváncsiság, vagy, vagy valamiféle tenderrel összefüggő dolog miatt muszáj volt vizipipáznom. És én most jöttem rá, hogy a vizipipa az tulajdonképpen a heat nut burn és az e cigaretta ilyen nagyon-nagyon ősi keveréke, mert hogy vízi, nem tudom, mennyire voltzipáztál már, Charlie? Van itthon honví és vízi már körülbelül kettőször. Még akkor dolhány. Kettősz... Kettőször, én, hát. uh, én így egy, egy nap hat tömést uh, bírtam uh, végig zongorázni, ami azért uh, gombócból se kevés, de vízi pipában meg kurvasok. És. Uh, ennek van egy ilyen technikája, hogy a, a, a vízipipa dohány ugye az egy ilyen melaszban áztatott, egyébként általában nagy mennyiségű glicerint, mézet és mindenféle e, ilyen trocsmákos dolgot tart, nyilván ízesített tartalmazó dolog. És ezt a dohányt úgy kell beletenni a, a csészébe, hogy a, a széntartó alumíniumfólia és a dohány között legyen egy ilyen 3 5 mm-nyi rés, hogy konkrétan ne, ne égjen a vízipipa dohány, tehát ott tényleg gyakorlatilag egy ilyen kvázi gőz keletkezzen, amit aztán ugye a vízen keresztül bugyogtatva belélegzel a tüdődbe, és amúgy ennek egyébként a, a szálló részecske, tehát a kátrány tartalma az szinte azt is mondhatnám, hogy nulla, de nagyon kicsike. Nyilván a, a szénnek van valamennyi szénmonoxid tartalma, amit átszívsz a vizen, de ez is majdnem, hogy azt mondhatnám, hogy az elhanyagolható kategóriába esik. És akkor így tud, miközben tömöd, nézed, így rájössz, hogy pakker, hát ez gyakorlatilag... Ugye ebből létezik a sisaköves történet, ami absz abszolút analóg egyébként az e-cigarettával, mert ott egy ilyen ásványba szívott föl a glicerines ízesített folyadékot, esetleg melasszal keverve, és az ugye abszolút nikotinmentes, és azt uh, uh, szívod el uh, gyakorlatilag. Na úgyhogy ennyi volt egyébként a, a rámeső része. Uh, dohány, vízipipa dohányokat uh, uh, kóstoltam, elemeztem, és uh, egyébként nem, nem rossz, csak így a negyedik tájékán kezdett már hány ingerem lenni meg, meg szóval úgy, úgy baromira untam az egészet olyan szempontból, hogy a mindegyik vízipipa dohánynak van egy ilyen alapíze, tehát ez a melasz, méz, és akkor erre építik föl gyakorlatilag a, a, az ízesítéseket. És hát én rájöttem, hogy ezt így hosszú távon, tehát tudom, én minden héten nekiüljek, megtömjek egy pipát, és akkor azt elszívogassam, vagy akár hetente többet, ez nem az én világom. Tehát az e-cigaretta azért sokkal, hogy is mondják, komfortosabb, ugye, mert csak benyúlsz a zsebedbe, kiveszed azért, ez hogy néznek ki, Charlie, hogy fogod magad a T-Systemnél, kimész, kimész, rágyújtani, és viszed a büdös nagy porcelánt magaddal, meg, meg, elkezdett tömni a, a pipát, és akkor mint egy másfél órára ott leülsz szipákolni, tehát egyáltalán nem, nem a mai fölfokozott életmódhoz való dolog, de nyilván aki vízipépázik, meg aki, aki ezt szereti, annak ez, ez abszolút jó, és hát bakker, amit killódni kell a szenekkel, kókuszszént vettem, az nehezen uh, indul be, viszont uh, nem, nem annyira füstös, uh, ízű, tehát nem, nem veszi el a, a, az eredeti tömésnek a, az ízét. Uh, na, szóval ilyen kicsit ambivalens érzéseim vannak az, az egész dologgal, de arra azért rájöttem, hogy szerintem nagyon sok vízipipás uh, elcigizhet. Tehát ők valószínűleg nem idegenkednek a, az e-cigarettától, meg annak a gőzétől, hisz gyakorlatilag bizonyos szituációkban ugyanazt a, a gőz összetételt használják. Úgyhogy nekem ennyi nem volt Nem akartam... A... Igen? Nem akartam már közbevágni, hogy nekem meg akár rosszul is eshetne, hogy így öt év podcastolás után azt mondod, hogy a T-Systems-be dolgozok, de tudod, ja, hogy nem a t systems -be a, a, a rózsaszínű munkáltató, vagy hogy mondjam? Tehát... Hát ez egyre jobb, hallod? Ez, ez olyan, mint a Monknál, hogy, hogy elnézést kérek, hogy hangosan mondtam ki a gondolatot, hogy maga hülye. Aha, szóval, ha nem mondja ki, akkor csak gondolja! Na, szó szóval ez is olyan volt, igen. Ja. Rózsaszín, egyre jobb. Jó, hát figyelj, végül is nem azt mondtam, hogy volt. A szó, amit keresel, a szó, amit... hát... Igen, úgy látszik, már ennek is örülni kell. Látod, látod? Úgyhogy... Szó, amit keresem, Magenta és Telekom. Ja. Oh, jó ja. neked van egyébként valami hozzáfűzni való, de ez a, a vízipipa e-cigaretta párhuzamhoz? Hát igazából, tehát mondom, nekem, nekem, ez nem tett rám annyira mély benyomást ez az egész vízipipa business, de úgy láttam annó is, hogy még mikor fejlesztői fórumokon voltam, hogy volt egy fejlesztős srác, aki, aki vízipipa blogot csinált meg. Tehát tudod, úgy, tehát amit nem tudsz elképzelni, hogy hogy a francba lehet ezzel foglalkozni naphosszat, gyakorlatilag ugyanazt csinálja, mint mi, csak vízipipába hogy igen, lehet ezzel igen. ennyit foglalkozni, baszki, hogy... És tényleg olyanokat csinálnak, hogy kimennek a Margit-szigetre, ki... lerakják a fű közepére azt a baszom nagy, nem tudom milyen, vízipipát, és akkor körbeülik. Hát mondom, nem egy, nem egy belvárosi öm, afgán szórakozó hely, de nekem kicsit olyan fura volt így, mi egyszer-kétszer így ismerősöknél a lakásban próbáltuk ki, és lehet, hogy ez nem értettünk hozzá, nem, nem adott. Éreztem azt a, azt a gyümölcsös ízt, ami egyébként a dohánynak a, a fajta jellege volt, de, de semmi más nem. Meg jó pofa volt a, nem tudom mi a neve, csútora, vagy én hívjuk dripnek, hogy ilyen, ilyen lapos drip volt, mint mikor egy pillangót így fölülről ö, szétnyomsz az asztallapon, és gyakorlatilag ez egy ilyen DL dripper volt, már hogy DL drip tip volt, és úgy szívtuk a, a, gőzt, és adogattuk körbe, úgy mindenki saját csutorájával, vagy drip tipjével. Nekem, se, nekem azt tetszett a legjobban az egész, hogy bugyogott. Azt ennyi. De hát ezt... elég, ne, elég, nehéz egyébként MTL-ként használni a vízipipát, tehát én így most tudod, az ennyit életemben nem vízipipáztam, ez az egyik, és ha így MTL-ként szívogatod, tehát így beleszívsz egyet, letüdőzöd, megint beleszívsz egyet, letüdőzöd, előbb-utóbb megégeted a dohányt. Tehát ott földgyűlik a, a, forró levegő a dohány fölött, és akkor megég, tehát nem, nem átszívod. Úgyhogy az kimondottan a DL eszköz. Még azt is gondoltam egyébként így magamban, hogy az is lehet, hogy ezeket a DL kazánokat a vízi pipások erőszakolták ki a szakmából. Ja, hogyha mondhatunk ilyet, hogy szakmából. Igen, valóban. De meg, hogy ez a fura párhuzam gondolkoztatott el sokszor, hogy mindig ezt mondják, mikor meglátják ezt, hogy akkor ez olyan, mint a vízipipa, de, de sose tudtam rájönni, hogy miért lenne olyan az ecigi, mint a vízipipa. Erre próbáljunk most rájönni. Hogy legközelebb azt tudja mondani, hogy nem. Abszolút meg tudom magyarázni a, a sztorit, mert hasonló a gőze. Tehát egy ilyen sűrű, fehér gőz, jó, látsz, Fifika, ami... Akkor segítek neked, mert szerintem az emberek. 90 kurvára nem a gőz miatt gondolja azt. Szerintem, szerintem, mert mindig akkor jött ez, hogy akkor ez olyan, mint a vízipipa, amikor az ott mi az? Hát mondom, ez a folyadék, ez szívod. Aha! Akkor ez olyan, mint a vízipipa. De hát akkor ezek szerint azok az emberek azt hiszik, hogy egyébként vizet szívnak. Nem. 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 De a, a folyadék, az ugye létezik a, a vízipipánál. Tehát, hogyha kiszárad a duhány, vagy, vagy ha csak követ veszel, és azt fölöntöd valamilyen folyadékkal, akkor az ugye a sisa szirup, tehát na, lehet azért itt uh, ilyen analógiákat találni. <kül> a másik az, amit uh, ugye baromi sok uh, videót megnéztem, mielőtt nekifogtam, mert azért hülyén nem akar az ember nekiállni, és egy csomó Ilyen, tudod, kezdőknek, hogy, hogy fog hozzá, mit csinálja stb. És egy csomó oldalon voltam fönn. Egyébként egész kiterjedt uh, uh, irodalma van, meg, uh, meg blogger, meg, meg mindenféle fóruma van a, a vízipipáknak, és tudod így egyszer csak beleütközöl abba, amiről mi beszélünk folyamatosan, és uh, olvasod a leírást, hogy a WHO kijelentette, hogy a vízipipa, Uh, mit tudom én, 500 szor, most mond, mondtam egy, de valami brutális, tehát ilyen százszoros uh, értéket írt a WHO, hogy százszor annyi nikotint uh, veszel föl egy vízipipázás során, mint ha elszívsz egy cigarettát, és ott szépen leírták, meg, megnézték, kimutatták, megmérték, izé, és akkor így néztem, néztem, mondom, Jézusom, gyerekek, Hát ti is a who val látok hadilábon. Tehát ugyanazok a, a sztorik jöttek elő, mint az e-cigarettán. Egy baromi sok párhuzam van a két eszköz használók problémái val, hogyha lehet ezt így mondani. Minden esetre érdekes kirándulás volt. Én azt gondolom, hogy nyugodtan ki lehet próbálni bármikor, bárkinek azért gondolom, hogy nem fogja sikoltozva eldobni az e-cigarettáját, hogy úristen, most már vízipipázni fogok, mert ez sokkal jobb, mint az e-cigaretta. Hát azt azért viszont hozzátehetjük, hogy, hogy az viszont egy által, inkább úgy mondom, hogy általam ó, olvasott szakirodalom szerint Viszont a vízipipa a, a, az átlag ember gondolatmenetével és ismeretével ellentétben viszont nem annyira egészséges, mint amennyire gondolják, hiszen tudod jönnek ezzel, hogy de vízen átszűröd a füstöt, de vízen átszűröd, a, és. A, akkor... Az csak hűti, igen semmi. A, semmi szűrő hatása nincs. A, annyira így van egyébként, hogy láttam videót, amiben a, a, jeget raknak a vízbe. Tehát. A, úgy kezdi, hogy megtömi jéggel, fölönti vízzel, lehet, hogy tesz bele még citromkarikákat, meg, meg ment a levelet, hogy a víz is adjon valami oh. ízt hozzá. De nagyon érted? És akkor lehet, hogy utána leönti, nem tudom, koktélnak vagy, vagy akármi, de, de na, ennyi, ennyi. De még mindig kevesebb. Én szerintem ilyen, hát ha vízipipa vizipipa ártalomcsökkentő hatásáról kéne nyilatkoznunk, akkor, ö, akkor az ECG 95%-ával szemben az valószínű valahol ilyen 60 és 70% között mozoghat. Hát Ez szerintem azért lényegesen kevesebb annál. De nem merek belemenni ebbe, mert nem. Nem, nem, nem. én se, én se akarok, pláne úgy, hogy nem néztünk utána, de az is lehet, hogy a következő adásra megnézzük ezt a, az értéket, amennyiben egyébként születtek ilyen tanulmányok, és mondjuk nem, nem olyanok tömték a vízipipát, akik arra játszottak rá, hogy leégessék a dohányt parázsig. <kül> Mert akkor nyilvánvaló, hogy más értékeket fognak kapni. Na, ez volt az egyik ilyen kalandom. A másik kalandom az volt, amiről egyébként mi folyamatosan éjjel-nappal beszélünk. Megjelent nálunk a romániai cégnél a romániai adó- és vámhivatal, és célzottan jövedéki ellenőrzést végzett. Kimondottan a webes számlák érdekelték őket, ami ugye több szempontból is érdekes, mert hogy ezt így mindenki bagatelizálja, érted, hogy hát a küldő ország úgyse foglalkozik vele, stb. stb. Hát de, barátom, és uh, ugye úgy kezdődik a büntetési tétel, csak így forintosítsuk a dolgot, hogy 1-5 millió forintig büntetnek, hogyha ha bármi jövedéki uh, kihágást találnak. Ebben a kategóriába tartozik az is, hogyha Magyarországra uh, nikotinos uh, likvidet uh, szállítasz, vagy küldesz, vagy postázó. <kül> És ez egy, uh, egy baromi intőjel egyébként mindenkinek, aki aki webshopot üzemeltet, és mondjuk elérhető is. Tehát, ugye én is kérdeztem a, a jó asszonyt, aki ott volt, hogy azt mégis hogy. Tehát, hogy <kül> egy reggel fölkeltek, és akkor azt mondták, hogy hát akkor most ugorjunk le csikszeredába, nézzük már meg, hogy mi van. Nem, nem, weboldalakat nézegettek, és ahol találtak elérhetőséget, címet, stb. Tehát nem egy ilyen kamu weboldal. Egyébként már megint azok jártak jól, akik, akik jól elrejtőztek. Ezt akartam kérdezni, és... Fifika, hogy, hogy egyébként, ha, tehát, tudod, ez a Találunk olyan weboldalt, ahol van cím, ami egyébként kötelező, de hogyha én szarok a törvényre és nem írom ki, akkor hozzám nem jönnek el? Akkor ott, ott, hát oda nem, nem tud menni ellenőrizni Charlie. Tehát ez egy hát ez ilyen, ilyen baromi érdekes dolog egyébként. Tehát mondjuk én én ettől azért egy, dobtam egy hátast. És és nem küldtük el őket, egyébként megtehettük volna, hogy azt mondjuk, hogy jó, hát írják össze a problémáikat, vagy mit szeretnének látni, és akkor majd két hét múlva találkozunk, amikor fölkészültünk az ellenőrzésre. Úgyhogy ott voltak egy két és fél órát, és akkor mindent, tehát hogy ami literbe jön, azt mi mély számoljuk át kilóra, és akkor meg kellett nekik magyarázni, hogy hát azért, mert hogy a folyadékot 20 Celsius fokon kéne mérni, ugye szobahőmérséklet, és akkor lenne egy liter, de ha 16 fok van, akkor már az nem annyi stb. stb. akkor a milligram per milliliter fogalmát el kellett magyarázni. Tehát egy csomó-csomó dologba belekötöttek, és akkor a a, és ugye ők, ők úgy indulnak ilyenkor el, hogy ha kell, ha nem ők büntetni fognak, tehát olyan nincs, hogy, hogy kimegy ellenőrizni, és minden rendben van, tehát az elképzelhetetlen dolog <kül> és hát így, így azért két infartust lábon tehát érted, hogyha a legalsó büntetési tételt megkapjuk, akkor is lehúzhatjuk a rolót tehát ez a cég, ez annyira, hogy is mondjam neked, kicsike, és ugye most, most építi magát, és próbál fejlődni, hogy egy, egy, ekkora érvágás az gyakorlatilag abszolút megtorpantotta volna ezt a, a fejlődést, és szerintem akkor enyhültek így meg, vagy, vagy látták, hogy nem kamu, amikor följöttek az üzembe. <kül> Sajnos nem kérdeztem meg, hogy ugyan jártak-e már egyáltalán ilyen helyen Romániába, ahol a gyártás folyik, mert, meg kíváncsi lettem volna, hogy milyen tapasztalataik vannak. És a följöttek, néztek egy, egy, ugye mi úgy hívjuk, hogy stock, ez, egy, néztek egy készletet, nem tudom én, megnézték a nikotint a, a nikotinraktárba, ugye az hűtőbe van, ellenőrzési napló, ö, és bementek, és azt mondták, hogy jó, akkor a hatos grenadénból hány darab van. Érted? És ha az nem stimmelt volna, akkor már, már problémák lettek volna, vagy a hűtőbe a nikotin nem annyi, amennyinek lennie kell a gép szerint, akkor már probléma lett volna. Úgyhogy, de ezeket így rendben találtak, és akkor a végén azt hiszem egy ilyen nagyon-nagyon picit, tehát azért, tudod, muszáj valamit, és uh, valami ilyen formai dologba uh, kötöttek bele, és, és nem, nem jövedéki fronton, és akkor kaptunk egy ilyen icipici büntetést. Uh, de nagy tanulság volt egy, egyrészt, másrészt meg. Uh, Mindenkinek, mindenkinek fölhívom rá figyelmét, hogy ezeket a dolgokat baromira tartsa be a saját országában, mert nem tudja, hogy mikor fognak egyszer a nyakára lépni, és az kurvára fájdalmas lesz. Az gyönyörű. És veszteséged is volt a témával kapcsolatban, azért ezt tegyük hozzá. Ö... Jó, tehát uh, ilyeneket nem mond az ember, de azért a végén annyira hogy is mondjam uh, megörültem, hogy uh, muszáj volt uh, egy, uh, egy kavicsot ajándékoznom <laughs> úgyhogy ezzel uh, ezzel zártuk le amikor már mindennel kész voltunk uh, a storyt uh, ennyi tehát nem, nem akarom én ezt túlspirázni, csak engem baromira meglepett, érted, hogy, hogy így tíz órakor egyszer csak hopp, ott állnak az udvaron, és, és akkor már kérnek tőled mindent. Úgyhogy két adminisztrátor rohangászott két és fél órán keresztül mindenféle aktákkal a hóna alatt, amire éppen kíváncsiak voltak. Ja, és ugye a konyhaművészekhez képest azért nekünk, amikor leemel a polcról egy, mit tudom is én, hatos ice mentót, vagy, vagy banásséket, vagy bármit, és azt mondja, hogy jó, akkor ennek szeretné látni a gyártási lapját, mert nem hitte mondjuk, hogy az 50 millisbe nincsen nikotin. És akkor a kolléganő előkapta a gyártási lapot, pont a lótszám szerint itt ugye elő kellett keresni, és akkor mutattuk, hogy hát nézze ez az összetétel, tehát ebben nincsen nikotin, úgyhogy ö, ennyi. Tehát, na, nem, nem volt egy, egy ö, hogy is mondjam, vidám dolog, de azért hál' Istennek jól végződött, de így elgondolkoztam rajta, tudott, hogy, hogyha ha ha lett volna bármi probléma, és mondjuk uh, uh, literszámra küldjük be a nikotinos alaplevet Magyarországra, amit egyébként soha nem tett, teszünk, uh, mióta a, <coughs> a TPD életbe lépett, akkor most vajon így el lehetne rajta gondolkozni, hogy uh, vajon megérte -e ez a, a dolog, vagy nem. Hát uh, valószínű, hogy nem érte volna meg. Na akkor, ha túl vagyunk a mi történt veled fél órán, akkor folytathatjuk szerintem a tematikus résszel, ha azt mondod, hogy ámen. Ámen. All right. Mert azt a cikket, Ezt nem találtam meg, tehát akárhogy kerestem, a Tóth Ágost álltam sem találhattam volna meg, de hála Istennek, megint foglal, hála Istennek, na mindegy, hát ezt nem szabad ilyet mondani, Megint foglalkozott vele az index. Nem a mi vonatkozásunkban, természetesen, de tudjuk, hogy minket is érinteni fog, valamilyen szinten. Meg hát, hogy mondjam ezt, védés szövetséget kell azért vállalnunk a dohányosokkal is, hiszen a dohányosokból lesznek jobbik esetben a mi újonnan jövő ECIG-is partnereink, és taglalták megint a, az indexen, illetve hol is? A napi.hu-n a, a cigaretta jövedéki adótartamának az emelését. Ugye írt, vagy beszéltünk erről, hogy 30-40 forinttal fog emelni. Tehát ez azt fogja jelenteni, hogy jövőre, jövő ilyenkor körülbelül 90-120 forinttal lesz drágább, illetve a vágott dohánynak is ugye a mostanival együtt három lépcsőben fogják emelni, tehát 17.003-ról ott 19.100-ra fogják emelni kilogrammonként, és ez csak idézőjelben már megint csak a jövedéki adó mértéke. És így az egészet nem tudja az ember hova tenni, ha csak nem néz egy infografikát, vagy ami régen volt a benzinkutakon, vagy ami. Az Apple.hu van, például, hogy odaírják, hogy ennyi lenne a termék nettó értéke, és ez még ennyi Áfát tartalmaz. A benzinkuton meg ott volt, hogy ennyi jövedéki adót tartalmaz. A napi.hu-van egy infografika, ahol nézzük most mondjuk. Az elektromos, elektromos, jaj, bocsánat, a cigaretta... Ne, 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 ne jósolj, Charlie. Igen, javítottam is magam, csak nem hallottad. A cigaretta árának az adótartalmát, ahol a jövedéki adónak van ugye két része, fix része, meg van százalékos része. Ha kettőt összeadom, na inkább külön mondom, az egyik 320, a másik 280, úgy nagyságrendileg. Hogy a, az ár és a gyártás is 270 forint, az áfa 240 forint. Összeadogatod ezeket a kis filléres tételeket, és kijön egy 1200 forintos öm, adótartalom. De azért az úgy, az úgy vakmeleg. És, ö, Igen. És, ö, és, hogy mindig azt mondjuk, hogy milyen rohadt drága itthon a cigaretta. Én mondtam neked, hogy, hogy a nagy vizen túl, ahol a kurtafarkú malac túr mennyibe kerül a doboz cigaretta, és azt hittem, hogy csak ott ilyen szar a helyzet, de nem, mert elém jött a táblázat, és, és ezzel, a, ezzel, az 1200 forinttal, ezzel valahol a, az alsó harmad tetején vagyunk. Döbbenetes. Tehát, hogyha kimész Írországba, és dohányozni akarsz, készítsd föl magad, hogy 3200 forint. 3200 forint egy pakli cigi. nagy és Nem véletlen az, hogyha ha ismerősöd megy ki, akkor a, csekin check után tudod, van ez a bevásárló rész, akkor ott most nem tudom mennyit lehet ott venni, talán négy kartonnal vagy hárommal, hogyha Angliába mész és ezt nem szokták elszalasztani, mert gyakorlatilag majdnem a visszafele repülőjegyed ára megvan a három karton cigin. Hát így gondolj bele, hogy egy, egy, erős dohányos az mondjuk legyen napi egy doboz, az 30 doboz, 30 szor 3136, az egy laza 100 ezer forint egy hónapba csak a cigire. Oké, okay, ezt megspóroljuk majd a Parizeren. Tudod? Há nem. Mellesleg ugye nem véletlen, hogy Angliában ilyen erős a, az elektromos cigaretta használóknak a köre. Ebből is látszik, hogy a, a dohányárak ennyire magasak, illetve ott még talán a, a likviden nincsen jövedéki adó, úgyhogy ez azért egy szerencsés helyzet ebből a szempontból. Igen. Igen. De hát akkor is ö, minket most a hazai dolog érdekel. A Lázár János, aki most a, a, az alfája meg az omegája az egészségvédelemnek dohányzás fronton, őt is megkérdezték, de még nem válaszolt a cikk megjelenéséig a feltett kérdésekre, úgyhogy, úgyhogy ennyit arról is nyilván más uh, egyéb uh, problémái vannak. Hát én most itt a román uh, árakat nézem, uh, nyilván ez egy uh, valamiféle átlagár uh, lehet, de én úgy tudom, hogy Románia-Magyarország között azért nincsen nagy különbség. Sőt, de hát mondjuk itt is 1076 meg 1119. És biztos, hogy a Romániában is össze fogják hangolni a jövedéki adót az uniós átlaggal, úgyhogy ebből senki nem fog kimászni. Hát most Jól. már csak azt várom egyébként, hogy, hogy mikor lesz az, hogy a homlokukra csapnak, hogy Aj, vé, hát kimaradtak a nikotintartalmú utántöltő folyadékok adótartalom emeléséből a józerek, úgyhogy azt is lökjük meg, de ne adjunk tippeket. Mert azt is ugyanilyen borzasztó egyszerű, mint a vágott dohánynál, hiszem. Azt mondja, hogy hány milliliter, az eddig ennyi volt, ezután annyi legyen, és kész. A legdurvább videó, amit mostanság láttam egyébként, az tudod, hogy a, a heat burn termékeken, <kül> legalábbis ugye Magyarországon még nincsen Ilyen termék, de Romániában nincsen jövedéki adó. Nem követtem nyomon a hitnat Burn, tudod, hogy én nem nagyon vagyok Tudom. oda a Hitnath úgyhogy, de csak ez az ok. Én se, de azért követem ezt a, a történetet. És egy orosz videót láttam, és ezen teljesen elképettem, hogy a az ájkosznak a, a dohány részét kivették az ájkoszból, és egy ilyen üdítős kupakba vizettettek, és egy palcikával összekeverték, és konkrétan egy ilyen barna sár lett belőle. Tehát annélkül, hogy bármilyen keményebb fizikai behatás érte volna, az ott nullára, tehát ilyen poralakra szétázott, kész. Ezzel az áztatással kapcsolatban, és ez most egy ilyen off topik mesgyére tévedtünk, de múltkor láttam egy hasonló videót, csak ott ö, ö, az üdítő italnak volt a, a színező anyaga ö, vizsgálva. Hát tudod, ez a, ezek a nagyon egyszerű otthon elvégezhető kísérletek voltak, és ö, kiöntött egy pohárba valami narancssárga ilyen fantaszerű valamit, és aztán beledobott egy vagy két zsebkendőt, és azt így kevergette vele percekig. És akkor egyszer csak így... hogy az egy színfogó volt egyébként. Nem tudom. Nem tudom, mi volt. Azt tudom, hogy utána a folyadék az közel a víztiszta volt. A, az a valami meg zsebkendő vagy Az bármi. egy színfogó, tehát uh, arra való egyébként, hogy a, ha a színest meg a fehéret együtt mosod, akkor ezt beledobod a, a ruhák közé. És uh, nem színezi be a színes ruha a fehéret mert ez a színfogó, tehát ez gondolom egyébként azt próbálták meg ezzel demonstrálni, hogy a színfogó így kiveszi a színt, tehát nem, hogy a, nem, nem, a narancsléből a sárgát. Nem, ez hozzá be. se, tehát nem is említették, hogy ez színfogó, egyszerűen csak, csak hogy milyen a végtermék, és, és mennyi, milyen mesterség és színezéket tartalmaz, csak erre akartak kiukadni vele, tehát az nem... Nem volt ott scope, hogy most ez színfogó vagy nem színfogó, illetve mondhatnám azt is, hogy out of scope volt, mert ez most mostanában olyan trendi. Ó. Ja. Na, úgyhogy ez. Na, szóval visszatérve erre a, a napi hús grafikára, tehát. Szépen el fogjuk érni. Én azt gondolom, hogy két éven belül a 2000 forintos átlagárat. Na de mondd meg a, fra és... a frankót, hogy szerinted meddig lehet növelni, illetve, mert ez már, tehát tudod, ez már olyan elbaszott dolog lenne, hogyha azt mondod valamire, hogy egyébként ez a termék 250 forint lenne, de az adótartalma miatt 7000 forint szóval vagy az árát is utána kell húzni, az se jobb egyébként, tehát ez adunk a szarnak egy pofont, hogy nem azt mondjuk, hogy 40% adótartalom, hanem azt mondjuk, hogy 10% adótartalom, csak magasabb a termék alapára. És itt ugye az adótartalom meg a termék valós ára mellé nyugodtan be lehetne még rakni még egy oszlopot, hogy és egyébként a, mit tudom is én, a minimálbér országra lebontva, vagy, vagy, az átlagos havi bér, amit az ember megkeres, mert tudod, ez is olyan, hogy pont lehet, hogy leszarnám, hogy 3000 forint egy doboz cigaretta, hogyha nem annyit keresnék, mint most, hanem 20 ennyit keresnék példának okáért. Az a, az a gondolatom támadt, mindenki aki látta annak idején a Billion Lives-t emlékezzen vissza, ugye a gyógyszeripar és a dohányipar közt folyó húz meg, erezd meg taktikáról, vagy taktikára, hogy gyakorlatilag ezt bármeddig lehet játszani és emelgetni, két, két irányba fog elmozdulni a dolog, egyrészt az, az olcsóbb, tohánygyártmányok irányába, másrészt meg a fekete piac irányába, és szerintem a legutolsó preferencia az, hogy bakker, most már nem tudom megvenni, akkor leszokok. De nem azért szoksz le, mert meggyőzted magad, hogy nem jó az egészségednek, hanem azért szoksz le, mert rákényszerít ő szerintük az ára, valóban meg azért szoksz le, mert nem rentábilis az élvezeti értéket összevetni a havonta elköltött kisebb vagyonnal, meg azzal, hogy mondjuk egy évi dohányzásod árából egy egészen kellemes utazásra el tudnál menni a családdal. Azért, azért nem, nem látják az emberek ezt a fajta összefüggést, mert az adott élethelyzetben, és ezt gondolj vissza a dohányos múltadra, az adott élethelyzetben sokkal egyszerűbb volt, ha fölidegesítetted magad elszívni egy száll cigarettát, mint mondjuk arra gondolni, hogy úristen, ha most rágyújtok, akkor nem mehetek el nyáron nyaralni. Mert az, hogy ideges vagyok, az sokkal előrébb van abban a pillanatban, mint az, hogy elmehetnék a, a nem elszívott cigarettákon nyaralni, vagy vehetnék egy kocsit, vagy befizethetnék egy, egy autó részletre, vagy bármi más. Igen. Most nem semmire nem gondolok, hanem csak szívtam a málnát és elgondolkoztam, hogy nekünk már mennyire jó. Igen. Igen. Bár azt kell, hogy mondjam, azért uh, nyilván ennek is uh, van anyagi vonzata, <coughs> pláne, hogyha székei kúval vagy megáldva. Hú, ezt még máma el fogom mondani egy pár szó, mert nagyon tetszik. Éppen beszéltünk egyébként, egyébként off-topic. Egy, egy, igen. Éppen beszéltünk a cimborámhoz átmentünk grillezni hétvégén, az egyik utolsó grillezés idén, és Valahogy szóba került, megint Románia, meg Erdély, és, és mondta, hogy Á, csak el kéne menni motorozni, Transalp. Mondom, az, azért az. Aj sor... bizony. Transfogaras. fönn megállsz, és csak látod lefele a szerpentint, és a, egy ilyen hatalmas katlan tetején állsz. Azért az, az stílus. Hát youtube on lehet... nagyon uh, sok videó van a transzalpináról és a transzfogarasról szerintem mindenki nézze meg, mert uh, aki csak így hallomásból uh, tudja, vagy tudom, hallott róla, hogy hú, az nagyon szép, az nem nem tudja elképzelni, hogy mi az. Tehát uh, absz abszolút uh, ajánlott uh, vana. Egyébként én még nem vagyok uh, túl se a transzalpinás a transfogarason, de Fönt van a bakancs listán, úgyhogy valószínűleg jövőre megugrom mind a kettőt. Visszatérve a, 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 a. Ó, én arról, arról is láttam videót, a biciklis uh, transfogaras túráról. Hát uh, oda valószínűleg nekem egy tíz évet kéne edzenem, uh, gondolom én. Uh, majd ha biciklivel járok dolgozni, 600 kilométert, na az az igazi. Az kemény lesz. De visszatérve a, a székely hogy a székely IQ kifejezéssel két problémám van. Egyrészt a székelyek iq -ja az szerintem pont ugyanolyan, mint akárki, sőt, aránylag csavaros észjárású emberek. Utálom az ilyen rasszista, felhangú szóösszetételeket, és amúgy én nem vagyok székely. Tehát maximum tiszteletbeli, mert hogy bicskát azt már kaptam a székelyektől, és addig ember nem ember egyébként, amíg nincs egy valamire való bicskája. Úgyhogy de, de tudod, ez hogy a... ez nem így működik? Hanem hát, hogy, hogy működik? Ha... Hát, hogyha, hogyha osztrák lennél, akkor mit tudom is én, büdös jódlis paraszt, vagy valami hasonló. Tehát mindegy, csak valamivel tudod, csapka nincs, van. Öm, erről a székerül nekem, tudod, mindig az a kép jut eszembe, vagyis hát ugye ezt beszélgettük haverommal, mert ugye 40 fölött az élet mindennapi ajándék, hogy az a székely bácsis kép, amikor egy szürke kép, és akkor fölötte, hogyha álmodban pisálsz, ne higgy neki, átverés. <gül> <gül> nem tudom, történt-e már veled ilyen? <laughs> nem, 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 tehát ott még nem, nem, tartok. 40 fölött ugye a dioptria számmal kezdődik a, a balhé, a, az már megvan. Még, még prostata is rendben van, de az ugye várható defektus majd ilyen 60 körül. És arra, amit mondtál, én azt gondoltam, hogy azt fogod mondani, hogy van egy hasonló kép, amikor a székely bácsi ül a székely néni mellett, és akkor kérdezi a székely néni tőle, hogy szeretsz? És akkor mondja neki a székely bácsi, hogy megmondtam, amikor elvettelek, hogy szeretlek. Azt is megmondtam, ha változás lesz, majd szólok. <laughs> igen. Igen, igen. Na visszatérve mújóra, azért én azt gondolom, hogy jó szívvel várjuk vissza a harmadik gráciát, még ha csak két hetente is jelenik meg a műsorunkba, mert azért az ilyen száraz és borzasztóan unalmasnak tűnő törvénykezési és a nagy, nagy világban az e-cigaretta trólkodásával járó uh, hírek nagy részét azért uh, ő implementálta ebbe a műsorba, és egy icipicit nem nagyon, de egy icipicit nekem megmondom és szintén, hogy hiányzik. Tudod ő egyébként az Inkós figura a piros pulóverével? Igen, igen. Azt uh, Varsóban uh, már azért tapasztalhattuk, hogy egy picit mindig uh, külön volt tőlünk, de abszolút nem uh, olvassuk a, a fejére, hiszen az Inkóban ő most már elég uh, fontos uh, tisztséget tölt be, és uh, kellenek ezek a nemzetközi kapcsolatok, különben uh, eléggé megnehezítjük a a saját uh, uh, dolgainkat. Másrészt pedig, uh, hát van egy közös tenderünk, amin uh, dolgoznunk kéne, úgyhogy most már uh, mújóra én is számítok, mint uh, egyesület, hiszen a pályázati uh, célok kitűzésénél uh, neki nagy szerepet uh, szántunk, és szeretnénk, hogyha ezt, ugye egy évünk van arra, hogy uh, ezt kivitelezzük, ezt meg kell mindenféleképpen csinálnunk. Tehát kell weboldal, kell kiadvány, lesz itt minden, ami szemnek és szájnak ingere. Ezzel kapcsolatban azt nem pontosítottuk, hogy, hogy tudod, volt nekünk a, vagy van nekünk a leteszem a cigit, tudod, ami a letettem a Letesz, így van. A, arra, Letettem arra a cigi.hu analógiáját. -e. Igen. Hát, ah, ha tudod, ami nem működik velünk ellentétbe. tehát, hogy Igen. ott van az a domén, hogy az kell -e az Egyesületnek, vagy sem, de akkor ezek szerint kelljen. Kell, kelljen. Kell Jó, így és van. akkor majd arra valami valami húsos weboldalt majd sederintünk jól. Már mindenféleképpen, mert azt hiszem, hogy ez pont benne van a pályázati célkitűzésben. És hát, ha pályázati pénzből létrehozott vagy támogatott oldal, hát, ha valaki okos ember megnézés, csettint egyet, és azt mondja, hogy ezeknek a fiúknak igazuk van. Na de hát ez mondjuk egy picit a mesék világába mutat, de hát, ha tudod, az ördög soha nem alszik. Hanem a ha részletekben lakozik, de annyit beszéltem, annyit beszéltem én még Mújóval, ezzel, nem ezzel kapcsolatban, mással kapcsolatban, hogy amikor tavaly kint voltam, és tudod, mondtam, hogy csinálok egy ilyen geocaching, geoládaszerű valamit ott neki, hogyha arra fele jár, akkor számoljon be róla, hogy mit és hol talált. Tehát, hogy azóta az a kantál, az már szerintem meg is rohadt. Megközben a Prezi is elköltözött egy másik lokációra a városon belül, de de egy kicsit, egy kicsit nem lesz, azt hiszem, hogy mújó. De hát ezt majd elmeséli ő, ha akarja. Csárlés, mi? Mi, mi lenne, hogyha esetleg megosztanád a csoportban ezt a geoláda történetet, és csinálnánk egy ilyen e-cigarettás geoládát? Ha és kirepülsz San francisco érte, vagy hogy gondolod? <laughs> akár. Akár. De mondjuk Budapesten belül. A... Nem hülyeség, nem hülyeség. Azt belerakunk valami kulák cuccot? Igen, és aki megtalálja, az, az betesz egy másikat. És akkor így gyakorlatilag lehet, lehet egészen addig, amíg valaki, valaki ezt nem folytatja. Tehát ezeknek a geoládáknak sajnos ez szokott lenni a halála. Hogy kiveszem, de be nem teszem. Igen. Most azon gondolkoztam, hogy mit lehetne belerakni. Egy kazánt, vagy egy podot. Persze, nyilván. Sőt, sőt tulajdonképp valami, valami kiszáradt fa odvába, és tulajdonképpen nem is a kiszáradt fa odvában lenne a geolád, hanem a fa lenne egy nagy stabilizálni való valami, amit jó lenne, hogyha mondjuk a macsek találna meg, és, lestabilizálna, mint egy három-négy köbméter fát a jó népnek. Ö, nem, tudom. De hát a geoláda az nincsen Budapesthez kötve, tehát ö, Dócon lehet is bárhol egy ilyet. Igen. Lehet bárhol. Dócon mondjuk kisebb esélye van arra bárkinek egyrészt, hogy megtalálja, másrészt, hogy, hogy oda, mit tudom én, jöjjön, vagy hogy arra. Járjon, de figyelj, Charlie. Én, én, ha te megcsinálod, én is megcsinálom a dócit. Vagy, vagy megcsinálod uh, Romániában, csak arra vigyázni kell, hogy ne túl könnyű, tehát ne olyat, amit a, a, a te románi kúthoz uh, mérhető, hanem egy kicsit bonyolultabbat, hogy ne találják meg a medvék. Na hát ez most volt olyan, mint a rózsaszintészisztem, azt azért remélem vágod. Én reméltem, hogy vágott, hogy megint ráfűzik az erdélyi kudra, de tényleg az menő lenne, hallod, odarakni egy flakon ö, málnát, és tudod valami, valaki menne a Geoláda és én esküszöm el akartam hozni, de ott ült mellette egy medve. <coughs> egy medve. <coughs> Volt a Geoláda a őrzője, kis barátom. A feladatot meg kell oldani, azért van. Ja. Mm. 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 Jó ez a, jó ez a málnás, Podos, nikotinos Cúcmák. Én dohányos Nekem még szívok meg... a szórin. Ja, azt uh, nem tudom, hogy podcast előtt mondtam, vagy, uh, vagy uh, igen, podcast előtt mondtam, tehát nem, nem a podcastben. A szórin ert uh, használom már most egy hete, tehát semmi mást, és baromi jól működik. Gyorsan föl lehet tölteni, mondjuk aránylag úgy egy millit gőzölsz el belőle, amikor az akkumulátora megtérdel, <kül> és állandó használat mellett nekem ilyen, ilyen 3 és 4 milli közt valamikor töltenem kell, valamikor csak másnap délelőtt töltök újra, de ilyen három ugye két millis a tartája, 3 és 4 milliközt megy el belőle naponta, úgyhogy állandóan szívom, és nagyon-nagyon cuki. Tehát tudod, amikor így előveszed, és nézik, hogy ez mi a szar csinálva. Az meg. Mutka az egyik csávó azt mondta, mi ez valami ilyen banki beléptető, ja, az a kód. hozzáérintős RFID. Igen. <laughs> uh, és amikor megmutattam neki, akkor a szeme nyitva maradt érted. Ja, és ha, ha meg tudod szívni egyből tüdőre, akkor igen-igen becsületes gőze van. Tehát uh, nem, nem olyan rossz, viszont baromi jó a szíváspontja. Tehát ez egy, ez egy zseniális MTL uh, cucc. A kazányára leszek kíváncsi, hogy az mikor. Na, Charlie, nem kellett volna ekkor, mert mindig habzsolod azt a málnát. Borzasztó Most, vagy. ahogy kiejtetted az MT-t, vagy a, délt, DL-t, nem mondom, megpróbálom ezt, mert a másik kazánt azt, azt lehet lassan sokáig, de, de DL, de ezt a dropot, ezt igen nehéz, sok falsot szívtam mellé, de úgysem volt az igazi. Úgyhogy ez marad MTR. Na, szerintem ráncsuk be a kerítés kaput, vagy kerítés ajtót, vagy uh, riglízzünk, vagy nem tudom, tiplizzünk, vagy bármi. Jó, és akkor te meg mennyire el, és ki egy, egy román izét, pízatestet, tesztet, hogy hát ha azon, azt meg tudod dugrani a, a RDI úttal. Uh, én utána néztem a neten, tehát nem a levegőbe beszélek, de Romániában uh, az unióhoz képest aránylag uh, alacsony a, a, román emberek iq ebben nem tudom, hogy a székelyek így benne vannak-e, vagy be vannak átlagolva ők is. Pedig ugye itt mindenki, 12 osztályos iskola rendszer van, tehát itt mindenki érettségizett, bakker, és, uh, és megnéztem, tehát nem, nem olyan nagyon szar, tehát a magyartól talán egy ilyen 5%-kal rosszabb eredményt produkálnak, ami nyilván korosztályfüggő is, tehát a fiatalabb korosztály az jobban teljesít természetesen, mint a, a 60-70 évesek, de ugye az embert nem az IQ-ja alapján kell megítélni egyrészt, másrészt pedig ezek az iq baromira félrevezető ö, sztorik. Tehát nem mosakodj! Olyan nem, mosakodj. mosakodj. nem mosakodj! Mi Nem hogy az csak a hülye nem ember mosakodj. csinálja. De én nem mosakodok, tehát én több IQ-tesztet kitöltöttem már, és általában ilyen 140-150 között sikerül ezeket a teszteket megcsinálni, ami szerintem annyira nem szar, de mondjuk soha eszemben nem jutott, hogy mit tudom is én ezzel verjem a, a kerítés kaput, pláne nem a székely kaput. Úgyhogy ennyi. viszont még amit akartam mondani, hogy a lányom rábeszélt egy sorozatra képzel, de csávni. Melyikre? Melyikre? Hát ez egy, raj, ez egy rajzfilm. Pokémon Go. Úgyhogy <laughs> Hogy? Micsoda? Pokémon. Nem, 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 nem Pokémon. Mindjárt, mindjárt mondom neked, mert uh, uh, nagyjából uh, két mi uh, uh, mihez uh, szezonon uh, vagyok túl, és már csak egy szezon van uh, hátra belőle, és uh, <hállt> elkezdtem újra néznem ugye a, a Star Trek Discovery-t, mindenkinek ajánlom, most már elég jól letölthető állapotban is meg lehet találni. Nyilván nem magyar szinkronnal sajnos, csak föliratta, De ez a Rick és Morty, te erről hallottál már? Hát hallani hallottam, de nézni nem nézegettem. Nagyon jó pofa, tehát ezek ilyen rövid, negyed óra 20 perces részekből állnak, van egy ilyen atomtudós vén, vénöreg csorgó nyáló nagypapa, meg az unokája. És akkor ezek mindenféle kalandokba keverednek az univerzumba, mert az öregnek van repülőcsészalja, ez máskál a világok, meg a dimenziók, meg, meg, minden között, tehát ilyen nagyon, nagyon durva. És, Hát nem is tudom, ilyen amerikai fater, csak uh, ilyen science fictionre uh, kihegyezve, baromi jó dumákkal, amúgy szó, és magyar szinkronos. Tehát valahol ez ment uh, valamelyik csatornán, de nekem abszolút elkerült a, a figyelmemet. Úgyhogy uh, sorozat ajánlóba betenném a Rick és Mortit. Nem biztos, hogy mindenkinek tetszeni fog, de de egy jó, jó kis uh, sorozat, szerintem. Na, egyébként Úgy, így, hogy... így voltam én most a. Hmm, hirtelen akartam mondani. Elkezdődött az utolsó évad a bejelentetten, utolsó évad a lassipnek. Az nem tudom nézted. De... Jó, 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 nekem meg, megvan, tehát ezt az évadot nem láttam még. Már melyik ezt az évadot? Az utolsót? Az utolsót, igen. Jó, hát az első igen, rész ment többi... le, tehát nem. Vesztettél még sokat, annyit, ha spoilerezhetek neked, hogy megint elszabadul egy vírus, de de ez olyan, mint a, a Diehard 4.0, tehát itt már uh, nem a fizikai és biológiai értelemben vett vírus szabadul el, hanem, hanem itt uh, Panama csatorna, itt, uh, itt uh, földrajzi, terület és, és, befolyásosság lesz szerintem a terítéken az utolsó évadban, és, és, itt egy számítógépes vírust szabadítanak el egy ország, nem mondom meg, melyik nézd meg. Ja, jónak tűnik. Tehát dinamikusan indult az első rész az utolsó évadnak. Aztán a száznak is vége lett Ja, körülbelül ennyi volt, és most én, ahogy behúztuk a kertkaput, lemegyek, és megnézem a Deadpool 2-t. Ó! Hát tudod, az, az én meg ez. Na! <gül> <gül> ennyi, ennyi. A te meg ez való. Ennyi. Hát uh, ennyi volt már. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok velünk. Jövő héten ugyanitt ugyan veletek. Remélem, hogy már lesz iOS-es app is, addig pedig töltsétek a podcast hallgatói felmérést. Köszönjük szépen, hogy végighallgattatok minket. Sziasztok! Egy élmény volt. Sziasztok!